Gyerekek! 11 óra van, elkezdődött a harmadik váltás. Az éjszakai műszak. Ja, három váltás. Egy váltásban vagyok számítógépes, szaki. Váltásban YouTube-os. Harmadik váltásban éjszakai építész. Meg farmer, meg ilyesmi. Na, a system, gyerekek, hogy hordom be a sitrákot. Gipszkarton behozom, felteszem oda a videó tetejére. Akkor felmegyek a rajtúrján. Óvatosan, hogy le ne várjam. Van, felhoztam két táblát. Addig késő, amíg megkapod, hogy a legjobb. Akkor így lehajóz. Felemeled. Óvatosan felcibálod. Felállítod fokjára. És ennyi. Na, hármat felhoztam, még csak 22-t kell felhozzak körülbelül. Innen elpakoltam a dobozokat, áthúztam oda. Ezt a felét lecsavaroztam. Peng, peng, olyan. Na, ott fogok kezdeni. Közben a Laci, Benedek Laci barátommal beszéltem. Adott egy pár tippet a gipszkartonozáshoz. Ja, van egy kicsi Bibi itt ezen lefelén a falnak. Ugye amikor Péterrel csináltuk ezt a falat annak idején, szarufákat kiengedtük, nem vágtuk be, hogy ide lefeküdjenek, és a vasat ide tettük, kívülről kellett volna tegyük a vasat, de itt könnyebb volt belülről tenni, úgyhogy belülről tettük. És ezért fentről, hogyha teszed a gipszkartont, akkor csak ideig fog jönni. Úgyhogy a nem tudom a mennyezettel kezdeni, ezt a falat kell tegyem előbb. Ide fel a gipszkartont fel addig, amíg bejön a szarufáig, hogy ezt a vasat eltakarja. És akkor majd fentről neki engedem a következő táblát. Én egy táblát már betettem. Ja, tehát nincsen túl nagy gáz, mert mennyit kell felemeljem, egy ilyen jó 3 újnyit. És alul lehet egy 3 új rés, mert ugye még jön az underlayment, egy 1/4 inch szivacs, akkor egy 1/4 inch padló, tehát egy 1/2 inch, és akkor teszek ilyen izé moldingot, ami eltakarja. Na, hogy nekiállok, ezt fel fogom pockolni, ugye 3 újat, 2 darab tubajfort beteszek ide és oda, 2 célihez, hogy menjen fel, és akkor teszem bele a csavarokat. Itt már megkezdtem jelölni a padlón, hogy hol van a... Na mondjuk felül is látom, mert a vasnak a... A vasnak a közepire kell tenni, ott is megjelöltem a vasakot helyenként. Itt nem, mert itt nincsen fa. Itt kihagytam egy ajtónak, lehet kellett volna, de mindegy. Eszembe jut, hogy ne szegeljek oda, ne csavarozzak. Na! Úgyhogy kezdem el felcsavarozni, felteszem ezt a 3 táblát ide. Nem, egyikből ki kell vágjak, mert kicsit rövidebb, mint 24 láb a fal. Hát 24 láb, de a külső méret. Úgyhogy kicsit ki kell vágjak az egyik táblából. És mivel fenn van a 3 tábla itt, akkor folytatom a mennyezettel. Ja, akkor teszem ide a táblát, beeresztem odaig, hogy találkozzanak ügyesen. És ja, jövök így egy sor. De azt hiszem 3 sor nem lesz elég, meg kell mérjem mennyi is. Hát 3 sós még egy kicsi, mit tudom én. Akkor jövök így a mennyezettel. És akkor ide lesz 2 sor a falra. És a 2 végét majd befótozom, és ennyi. Na, majd mennyit tudunk megcsinálni. De ezt a 3-at legalább felteszem, és ha még 3-at oda fel tudok tenni a mennyezetre, bepasszítani őket. Akkor a 6 tábla már rozzal meg is vagyok elégedve, nem akarok
fennmaradni hajnal 3-4-ig, akkor már D-be kellek fel, úgyhogy mit tudom én, nyomom vagy 2-3 órát, 11 óra, 1 óráig, max 2-ig se. Az elején egy kicsit ugye taknyolás, amíg hozzaszoksz, amíg beállítgatod. Amúgy az hamar menne, ugye, főleg ha megvan megfelelő szerszámod, de nincs megfelelő szerszámom. Mivel hagyományos pisztolyjal fogom lefúrni, van spéci gipszkarton pisztoly, amit csak addig megy be, tehát nem tud túlfúrni, úgyhogy ezzel óvatosan kell dolgozzak, hogy ne szakítsam át a gipszkartont. És ugye egyedül vagyok, nincs aki megfogja a másik végét, hogy kell póckoljam meg minden, hogy egy kicsit taknyolás lesz. Ha nem tudok jó haladni, akkor nem fogom csinálni egyedül, akkor megkérek valaki segítséget. James-et már nem akarom kérni, mert annyit segített már mindennel, örökké nem akarom nyaggatni. Úgyhogy előbb megpróbálom egyedül is, hogyha segítségre lesz szükség, akkor mit tudom én, szétnézek. Talán valamelyik népőszi magyar ismerős átjön egy pár órára segítenie. Na! De! Előbb ugye mindent, ahogy szokás szerint én szoktam, előbb egyedül próbálok meg minden, aztán ha nem megy, akkor kérek segítséget. De elég könnyű súlyú, pehás súlyú ez. Egyetlen baj az ugye, hogy mikor fogod is, tartod és nem látod, de mind a két végig a széleit, hogy minden jó van, és a vízmérték. A vízmérték nem olyan hatalmasan fontos, de a szarufák szerint kell menjek, tehát feltolom, amíg tudom. Nagyjából igyenes legyen. És mondjuk az oldalfalad valamennyi vízni, odaig betaszítom, feltaszítom, ott megvan a derékszög. Nagyjából. De hát egy kicsi rés itt ott van, nem számít, mert teszem rá a papír, és vakulom be. Úgyhogy lószor. Na jó. Akkor munkára fej. Átaknyoltam több mint 2 órát, míg felraktam 3 táblát. Hát nem siettem, ugye lassan csináltam. Felhúrtam őket, azt még hányként be kellett tegyek szegelőt, mert akkor észleltem rá, amikor kezdtem volna felrakni a táblákat, hogy a két végében a falnak nem volt, úgyhogy kellett tegyek tubajforrókot oda be, hogy ahol végződik a sidra, gipszkarton legyen, amihez hozzaszegeljem. No, hát ez nem volt nekem ugye mesterségem, úgyhogy belé kell tanuljak. Én a spaklizást csináltam Connecticutba egy néhány hónapig, 5 vagy 6 hónapig. De hát ugye egy kicsi gipszkartonozás itt-ott volt. Laci, Benedek Laci volt az, aki ő csinálta, én csak néztem, segítettem. De ezt azt eltanultam, úgyhogy nagyjából tudom, hogy kell csinálni, csak ugye mikor évekig nem csinálod, de nem is látod, akkor egy kicsit beléfelállt esze. Na, de a legnagyobb problémám az az, gyerekek, hogy ez nem jó ez a furupisztoly, mert túl durva. Azt hiszem ki kell cseréljem, lehet a másikot kéne használni, ha mit szóltok. Ez, amivel be lehet fogatni. Hát ez egy állíthatós kuplungja van. Vissza lehet venni, hogy csusszon meg a kuplung, hogyha túl erős. Ugye a spéci szerszámok, amikvel csinálják, az olyan, hogy azzal nem tudod túllőni. Tehát kéne egyet kérjek. Jamesnek nem hiszem van, mert mondta volna. Bernardtól valónak kell kérjek egyet. Megpróbálom ezzel a kuplungot, ha be tudom állítani. Mert az a helyzet, hogy nagyon óvatos kell legyél. Mert hogyha ilyen hagyományos furupisztőd van, hogy minek hívják, nail screw gun. Egy fél fordulat csak a különbség, hogy a csavarfáján ne látszódjon, vagy hogy átszakod-e. Úgyhogy jó, nagyon óvatos kell lenni. Na itt azt csináltam, betettem egy-egy tubajfócs, feltaszítottam. És itt vagyunk, elérte a szarufát, úgyhogy a felsőt csak eresztem ide neki. Lehet még egy picit igen magasra is tettem. Nem, mindegy, ezt felsőt addig eresztem. Csak azért, hogyha egy kicsi lennebb tettem volna, akkor betudtam volna a felsőt
oda taszítani. Na, de mindegy. Most már nem folytatom itt a mennyezettelmet. Megfekszek, mert nincs kedvem ennyi, mert arra elég volt. De nem tudom, hogy hogy fogom felrakni, és ott megtartani. Azt kell csinálni, ide fel kell fogassak egy tubajfót, és akkor így betaszítom, az megtartsa azt a felét. És ezt a felét én meg ebből beteszem, és akkor megfogatom. Kicsit taknyolás lesz. Főleg ott a sarokban, mert ott kevesebb a háj. Itt még talán könnyebb lesz. Mit szóltok, hogy csinálj? Egy táblát egész betettem fel, és két táblából ki kellett vágjak. De ott kezdtem a túlsó saroknál. De első táblát feltettem, és elfelejtettem megnézni, hogy meddig menjen a vége. És már fel volt nagyjából csavarozva, és akkor veszem észre, hogy ha nem jó a vége, nem néztem meg, és nem mértem meg. Ott hájba kellett kivágjak egy akkorát, úgyhogy megmocskoltam egy kicsit. Kicsit tokány lesz, de hát mindegy. Na, lényeg az ugye, hogy feküdjön jól. Jó fekszik. És ne mozogjon sehol. Ja, itt egy kicsit kimaradt, mert itt nincsen fa. Tehát végül is mindegy, mert felül meg van csavarozva. Ja, nem rossz. Nem rossz így elsőre. Hogyha kapok egy jó pisztolyt, és kifigurálom, hogy tudom felrakni a mennyezetre. Falra ugye nem lesz olyan nehéz. Teszem előbb, de előbb jó lenne a felső táblát tenni, de fel tudom nyomni és odafogatni. Ez nem gond, hanem itt a mennyezettel lesz egyedül probléma. Mit szóltok? Küldtetek egy pár videót, és abban láttam. Laci is azt mondja, hogy ja, és úgy szokta csinálni, hogy felfogott egy tubajfót, egy beszkát. Csak előbb ugye nem kellett volna ezt feltegyem, úgy kellett volna, hogy na, de mindegy, így kezdtem, mert nem tudtam ott, hogy fog kijönni a lépés. Úgyhogy most egy kicsit szar lesz. És hova fogassam a tubajfót. És itt is mindenhol ott van a szigetelés, ki van nyom. Mondjuk azt fel tudom nyomni, az nem gond. Egy, ha hosszabb kell, csak most éppen egy akkora akadt a kezembe. De, és azt tudom csinálni, hogy hosszan ide egy hosszút felfogatok. Két-három csavarról. Hát nem kell ugye nagyon oda csavarozni, csak épp egy ennyire. És egy annyi rés kell hagyjak, hogy tudjam betaszítani mögéje. Sitrákot. És elég csak két kisebb darabot felfogadok, egyet ide és egyet oda. Méretekre kell vigyázzak, mérjem. Rendesen. Ja, az egy probléma ugye, hogy nem mindenhol tökéletesek a méretek, és közben hánként el is van csavarodva egy-egy fa, hogy szarod. Úgyhogy olyan lesz amilyen, de mindegy, mert nem sóra készül, és nem piacra, hanem ez nekem kell, úgyhogy nem kell tökéletes legyen. Nem az a cél, hanem az, hogy legyen jó nagyjából. Ja, kicsit kitőltem a sarkába, amikor tettem a hájra, mert látod, ezt mondom, hogy nem teljesen egyenesek itt a dolgok. Nyomtam be és kitörötte, de hát ott mindegy, már sarokban van, azt könnyű elfödni. Ja, nem is tudom, és nem mindegy, hogy hová ráztam, nem kell ide felmenjen a tetejére, ha így neki jön, az is jó. Ja, nem számít. Vagy igen? Ablak. Meddig engedjem itt az ablaknál?
Csak a keretig. Vagy engedjem egész ide az ablakig. Ez egy kicsit kilóg, de nem számít. A másik pont színben van. Ezt is kapkodva tettük be. Már Péter költözött volna el. És lakókocsiból akkor rúgott ki a kormány. Ki kellett költözzek a lakókocsiból. És itt a ház alig volt, nem volt kész. Még a tetőt akkor raktuk fel. És ja, kapkodva dobtuk be ezeket az ablakokat. Péter már akar költözni el, már ment Ecuadorba. És itt voltam én egyedül elázva, pont az esős szezonnak a vége volt októberbe. Még sárba cupogtattunk gumicsizmákba kint. Milyen menet volt, gyerekek. Olyan bizonytalan volt az élet akkoriban, hogy nem az élet, hanem itt a farmnak a sorsa. Le akarta a kormány bontatni a házat. Akkor tettük rá a tetőt. Mondom, ne vicceljetek. Na mindegy, a lényeg az, hogy ezből azokból kifolyólag ám kapkodva összedobtuk, se ezért van, úgyhogy hol így, hol úgy az egyik ablak így sikerült, a másik úgy sikerült. De és ezek nem nagy problémák, úgy oldom meg, ahogy tudom. Ja, hogyha addig teszem a gipszkartont, akkor ide teszek kívülről egy izét, egy ilyen széles borító deszkát egészen körbe. És hogyha beengedem addig, akkor ugyanazt csinálom, tehát végül is teszek mind a négy oldalára egy borító deszkát. Vagy minek hívják. Na, jó van. Ez volt, gyerekek, az első nap gipszkartonozás. Ennyi idő alatt, amit én még feltaknyoltam, három darabot, addig egy gipszkartonos megcsinálta volna ezt az egész szobát, tiszta egyedül. De, ja, ez ilyen, mikor azért mester vagy, megbütykősz mindent lassan, nem tökéletesen, de nekem jó van. Nekem jó, ahogy van. Ezt nézzétek meg. Ha valami furcsa dolog történt, gyerekek. Ezt nézzétek meg. Mikor beteszem az aksit tölteni, Makita. Beteszem egy ilyen éles bippegés, a mi. És mikor kész van, feltöltődik, akkor is így hosszan negyes sipol. Sui. Gondolom, hogy kész van. És ma beteszem. És majdnem le kellett üljek, mondom, what the fuck. Ezt hallgassatok meg. A Pirelliszt kezdte el zenélni az akkumulátor töltőm. Hát honnan? Ki hallott ilyent? Az oroszok meghekkelték, más megoldás nincs. Más magyarázat nincs. És mikor feltöltődik, akkor hosszasan egy a Pirelliszt elnyomja. Nem értem. De megvan az nekem már, vagy... Mikor vettem? Mielőtt költöztem le ide, pont akkor vettem, 2013-ban. 4 éve vettem. És azóta mindig csak bippelt. Most elkezdett zenélni Pirelliszt. Hónap egy lát egy Gangsta Zoli számot fog nyomni. Ki volt? Ti voltatok-e? Valamelyik nagyokos bánya az programozó. Ti voltatok vagy az oroszok? Vagy a románok? Románok is nagy hackerek. Az oroszok után talán a legnagyobb hackerek a románok. És a kínaiak után mondjuk, hogy az orosz a kínai legnagyobb. Mit tudom én. Mindegy. Megfekszek le. Megint. Nagy későn. Már van vagy kettő. Oké. Akkor hónap folytassuk. Már nem mentem el a Home Depotba, nem volt kedvem.
Úgyhogy elmegyek hónap, ha lesz kedvem. A muszáj elmenjek, meg kell haladjak a villanyja szereléssel is. És még mit kell vegyek? Le kell írjam, mert találtős vagyok. Villany tudtuk, de valamit kell levegyek. Nem veszek semmit, nincs pénz, átkötöttem az összes pénzemet építkezésre. Na mindegy. Jó van. Ennyi volt, gyerekek. Bye.